Torta az együttesnek 5 éves jubileumi koncert a népes hallgatóságnak. A Junior Star csillaga 2000 októberre óta töretlenül emelkedik felfelé. 19-en vagyunk, kezdetben voltunk 7-en, 8-an. Nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz ebből az egészből, de aztán úgy kerekedett a dolog, hogy egy igazi klasszikus big bandet tudtunk összeállítani, tehát 19, 20, 21 ember, ez attól függ, hogy növendékek hogy követik a követelményeket. És most jelen pillanatban csere alapon, de mindig 19-en vagyunk a színpadon. Kezdetben az együttes stílusa egészen más volt. Egy kicsit slágeriző, egy kicsit, hát, hogy is mondjam, könnyedébb műfajt pengettünk. Aztán evés közben jött meg az étvágy, amikor elmentünk különböző versenyekre. Először harmadik helyezést értünk el, utána első helyezést értünk el, utána elkezdődtek a külföldi turnék, na azok adtak igazán szárnyat a csapatnak. A zenei tudás mellett jelentős szerepe van annak, hogy a tagok régóta ismerik egymást. Ha egy összeszokott gárda van, az mindennél többet és mindennél jobb, mert akkor azért rá pillantásokra az ember már tudja, hogy a másik mit fog csinálni, mikor mi következik. Sokat számít az, hogyha egy állandó benne van. Ez a szenvedélyünk, ez a munkánk, ez a dolgunk, úgyhogy valahol nehéz, de valahol meg igazából nem munka, meg nem megerőltet a dolgok, mert nagyon szeretjük csinálni. A zenekartagok többsége már régóta tanul zenét. Már elég is mondhatjuk, hogy elég régóta gitározom, és amikor a jazzgitárt elkezdtem tanulni Szexárdon, akkor adódott ez a lehetőség, és így kaptam megkívást a zenekarnak. Az összhang szerintem kiváló, próbáltam, nagyon jók a hangulatok, semmiféle feszélyezettség nincsen, jó poénok hangzanak el, óriásiakat nevetünk, szegény fúvosok nem is tudnak utána fújni. Hát én hogy tudok ezt hozzájárulni, jó kérdés. Ami eszembe jut, azt kimondom. Nem hallgatom el a jó poénokat adott esetben. Az összeszokott csapat rengeteg hazai koncerte lehet a mögött külföldön is jelentős sikereket ért el. Talán a külföldi utak, azok mindig nagyon jók voltak, főleg Svédországban voltunk, egészen pontosan mégsem Svédországban, hanem Dániában, Kopenhágában volt egy kis jazz kocsma, ahol játszottunk. És én nem hittem el addig, hogy van ilyen, hogy tényleg nem engedik le az embert a színpadon, én azt hittem, hogy ezt csak így mondják, de tényleg nem engedtek le minket a színpadról, lökték vissza a zongoristát, és muszáj volt játszani még. Nekem ez hobbi marad, azt hiszem, egész életem során a zenélés. Ugyan gondolkodom ilyeneken, hogy jobb lenne ezt komolyabb szintre fejleszteni, de azt hiszem, hogy az érdeklődési köröm az egészen más irányba tendál. Természetesen azért nagyon jó dolog, hogyha az ember tud zenélni, le tud ülni magával egy kicsit, elmélyedni a hangokban. A jövőre nézve a közelmúltban megjelent számos saját dalt tartalmazó lemez után még rengeteg a terv. Várjuk a különböző ajánlatokat, amelyek hála Istennek szorgalmasan jönnek, és hát megpróbálunk minél tovább együtt maradni. Egyre nehezebb, mert hát a kezdetben ugye 15-16 éves srácok voltak, gimnazisták, most már egyetemisták, a várostól messze élnek, de azért az ügyszeretet hazahozza őket, minden pénteken van próbánk, ahogy szokták mondani, mezitláb is jönnek ezért az ügyérhez. Ezért garantáltan még egy jó darabig fogjuk húzni egymással.